Üdvözlök mindenkit, Nekrotim vagyok. Jöjjön egy olyan dolog, amire egy gamernek egyáltalán nincs szüksége. RGB világításos, 7.1-es füles. Mert manapság mindenre RGB-t teszünk, úgyhogy jobb, ha tőlem tudod most, hogy egyáltalán nem vagy menő, ha nincs RGB világításod, már az ánuszodban is. És hát a Corsair létrehozott egy fülest, ami van RGB világítás, mert az gizda. Na jó, viccet srácok. Sok videóban mondtam már, ugye, hogy lassan összeállnak az egyenlet együttható, és az idő arra, hogy szép lassan elkezdjem rendelgetni a, az új PC-nek az alkatrészét, és akkor végre nem csak a laptopon leszek. És ez az egyik előjele ennek, ez a füles, hogy hamarosan um, hamaros jönni fog az új PC, és is megígértem nektek, hogy be fogok mutatni minden alkatrészt, amit megrendelek um, az új PC-ről is fogok róluk egy kicsit beszélni, és azt, no, azt hiszem, hozzáteszem azt, hogy ha nem haragszatok, elkerülöm a technikai adottságokat nagyjából mindennél. A fontosabbakat megemlítem, de a nagyon szörszál hasogatós, belemegyek minden apróságba, az ilyen dolgokat el fogom kerülni, és tehát már előre látom olvasni a, a kommenteknél, hogy hogy ez az arra jobb is lehetett volna, minek a 7.1, pont egy, miért nem 2 pont egy, miért nem anyám kénye, szóval az ilyen technikai adottságoktól ennél a fülesnél is, meg a többi alkatrésznél is leszámítva a lényegesebb, fontosabb dolgokat el fogom kerülni. Nem, nem beszélve arról, hogy ennél, annyira én nem értek a hangokhoz, mármint hát értek a hangokhoz, de hogy különösebben hallástéren nem vagyok túl kifinomult, például nekronéhez képest, így aztán nekem már ha valami egy kicsit jobb, mint a másik, értitek, az már akkora élmény, hogy én hasra -e sem, és mindig is kiszerettem volna próbálni, és szerettem volna egy 7.1-es fülhallgatót, úgyhogy most, tehát ez volt az egyik főok, ok amiért beruháztam erre a fülesre, ez volt az egyik fő jobb. most megvehettem, megtehettem, és végre itt van, és azt, azt így lerobbant a fejemtől, gyakorlatilag a fej... egyszerűen fantasztikus hangja volt, és nagyon sokat nézelődtem utána, hogy milyen fülest érdemes venni, miet kellene venni, hogy gamer legyen, hogy jó legyen a hangja, több opciója legyen, és végül kikötöttem ez Corsair Void mellett, ha tudom, ez egy ilyen top ten egyike azon gamer füleseknek, amelyek így kiemelkednek a tömegből, nem csak azért, mert hogy korzer, mert hogy gamer, hanem azért, mert wireless is, tehát nincs neki semmi kábele, nem kábeleken fut, és számomra ez ott az egyik másik lényeges szempont, amit figyelembe vettem, szerettem volna egy fülest, ami egy 7.1, és Tényleg elképesztő élmény a hang, és egy olyat, ami nincs füles, nem tudom, engem nagyon zavar az, fölállok, beakad a kábel, vagy befekszem az ágyba, fordulok egyed de a kábelbe gabolyodik, kihúzom, félrehúzom, nekem ezzel nagy, nagy gondjaim voltak, úgyhogy most, az, én, én már ilyen kényelmes gamer vagyok, semmi pró, semmi, beülök a kanapéba, ágyba, és így várom a csodát, úgyhogy ez, ez, ez a kettő ez nagyon fontos szempont volt számomra. És egy másik dolog, amire azt hiszem, hogy a hangmániások szoktak leginkább odafigyelni, az az, hogy ennek a fülesnek az oldala például zárt. Az azt jelenti, hogy a hang annyira nem jön ki, tehát nem hallatszik az, amit hallgatnak, és hogyha az ember a párjával van sokat egyszobában, és a párja pihenni szeretne, vagy csak nem szeretne egy zajt, akkor ez a füles abból a szempontból teljesen megfelel. Igaz, amíg az hátránya, hogy állítólag a hangminőség annyira nem jó, mint az olyan füleseknél, mint minek az oldala nyitottabb, tehát annál jobb rezgések vannak, jobb hangot tud produkálni. Na de, mint mondtam, aki igazából egy kicsit olyan botfülű, mint én, ez annyira nem fog osztani, szorozni, de van rajta RGB világítás. Az fontos. Úgyhogy ez, ezek voltak a fő okai, amiért választottam ezt a fülest igazából körbenéztem így a piacon, és ez volt talán az egyik úgymond olyan ár, az a kultúrált árkategória, amiért megérte venni egy olyan fülest. Egy olyan félelmem volt vele kapcsolatban, hogy esetleg nem lesz elég nagy a fül része, tehát nekem nagy fülem van, és tökre megnyugodtam, mert a nagy is befedi teljesen, nem szorítja össze, és maga az anyag az nagyon um, puha, amivel meg van Tehát gyakorlatilag a fejrésznél is nagyon jó puha, a fűrésznél is nagyon jó puha, és a rohadt nagy fülemet is befedi. Szóval ez egy... Ez az, ez az egyik legjobb dolog, mert amiket néha így olvastam, megnéztem review-kat róla, mindenki úgy gondolja, hogy kicsi a fülrésze. Nem, nem, nem olyan kicsi, de az már orbitális fülednek kell legyen, hogy ezt ne fedje be szalni, és én úgy tudom, hogy nekem nagy fülem van. Na, úgyhogy teljes mértékben eddig elképesztően kielégíti minden elképzelést, amit ki, ki tudhat egy, egy ilyen füles számomra, aki mondjuk annyit én sosem adtam a hangokra, Játékokon belül mindig arra fókuszáltam, hogy meghalljam a lényeget, de ez azt a kurva kategóriába tartozik. Számomra biztos, aki már 100 éve 7.1-es füles használ, annak ez megint egy 7.1-es fülest. Nekem, aki annyit nem adott a hangokra, azt hiszem, hogy ezen téren változtatni fogunk, mert, mert nagyon elégedett voltam ezzel a kis fülessel. Az egyedüli félelmem ezzel a mikrofonnal kapcsolatban az az volt, hogy sokan, sokan kiemelték, akik használták, vagy nem tudom, megnézték ezt a fülest, hogy a mikrofonja nagyon rossz, és hát Persze, egy stúdió mikrofonhoz képest tényleg nagyon rossz és furcsa hangot produkál, mindenki mondja, hogy ilyen kis elektronikus hangféleséget produkál, és az igazság az, hogy valóban, de amit ki tudnék emelni az a kapcsolatban, azon kívül, hogy nem adja vissza azt az eredeti hangodat, amit megszoktak az emberek, nagyon tiszta, legalábbis én úgy érzékelem, hogy nagyon tiszta a beszéd, végülis ezt halljátok most, és ugye ti is úgy érzékelitek, azt mondom, hogy tiszta a beszéd, minden szó rendesen kivehető, és nem kell azon aggódj, hogy, hogy megkérdezik a ide esetleg, hogyha játszol velük közben, hogy, hogy ú, mit is mondtál, hogy is mondtad, a lényeg az, hogy kivehető a szavak, még hogyha tényleg egy kicsit ilyen elektronikus, robotikus hangzás is lesz a hangodnak ezen a mikrofonon keresztül, ettől függetlenül teljesen rendben van, úgyhogy teljes mértékben nincs probléma a mikrofonjával ezen a téren, azon kívül, hogy nem a te hangodat hallod vissza, azt úgy, hogy megszoktad, de a lényeg az, hogy a csapattársaid hallják rendesen, és hát akárhonnan nézzük, a Corsair mégiscsak egy olyan gamer, bár legalábbis füleseken belül egy olyan gamer márka, ami tudja, hogy mit csinál. Úgyhogy a mikrofonja annak ellenére, amit mondtak róla, igaz, de nem zavaróan. A kérdésem a következő, srácok, vége. hát nem, nem maradhat el, te melyik fülest vetted volna, hadd halljam, hogy te melyik fülest vetted volna, és hogy az miért jobb, mint ez, Ez kellene leírni nekem. Hát, a másik, amit még szeretnék kérni, tehát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen processzort választanátok most a gépbe, azért kicsit gondba vagyok, most, hogy kijött a Ryzen, milyen processzort választanátok ti a gépben? Mondjuk egy i7 k végzésűt, vagy egy um, uh, sima i7, tehát a lényeg az, hogy overclock legyen, vagy ne lehessen overclockolni, mert hogy mindegy kategóriába esik, és ezzel egyetemben egy Z alaplapot, már azoknak, akik értik, hogy miről beszélek, egy Z alaplapot, vagy egy B alaplapot. Szerint, mert ugye lényeges árkülönbség van a kettő között. Szerintetek melyikre ruházzak be? Ebben szeretném kérni a segítségeteket. K processzor, vagy sima, illetve Z, vagy B kategóriába eső alaplappal gazdagítsam az új gépet. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, de tényleg őszintén, hogy segítsetek nekem. Addig megköszönöm a figyelmet, sziasztal.